a sportáruházig közlekedne az egyik buszjárat. Egy rabló elfogásában nyújtott segítségért jutalmazták az egyik dunajvárosi polgárt. Két gólos győzelmet arattak a BVSC ellen a dunajvárosi női vízilabdázók. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunajváros Televízió híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. A tervek szerint ismét érinteni a vasútállomás melletti bevásárlóközpontot és az itt levő sportáruházat, az egyik dunajvárosi buszjárat. Erről Tóth Kálmán önkormányzati képviselő tartott megbeszélést az üzlet helyi képviselőivel, valamint a Volánbusz ZRT és a közterületfelügyelet illetékeseivel. A menetrend módosítás egy nagyobb kezdeményezés része, amely során a lakossági igényeknek megfelelően alakítják majd át a helyi tömegközlekedést. A Volánbusz ZRT a közterületfelügyelet, valamint a sportszeráruház helyi egységének képviselőjével közösen vizsgálta meg Tóth Kálmán önkormányzati képviselő a buszközlekedés fejlesztésének egy újabb pontját. Ez alapján az egyik helyi viszonylatban a busz ismét megáll majd a Decathlonnál. Kiemelte, a cél, hogy élhetőbbé, jobbá tegyék a buszközlekedést a városban. Ennek az egyik próbáján vagyunk jelenleg itt a Decathlon előtt, és nem a reklám helye, hanem szeretnénk ide visszaállítani a régi busz megállóba a buszt. És ugye mögöttem már látszik az, hogy van itt egy másik fajta busz, megjöttek a Mercedes buszok. Jelenleg 4 van a városban, az 5. ma érkezik, 9 Mercedes busz fog kapni a város hamarosan, és a nulla revízió után és az egyéb feltételek mellett forgalomba fog állni. Tóth Kálmán hozzátette, a sportáruházhoz tervezett megálló megvalósításához több szempontot is figyelembe kell venni. Ugye egy forgalmi rendet kell változtatni, mert szeretnénk egyirányosítani azért, hogy biztonságosan be tudjunk idejönni, és megnézni azokat a feltételeket, amikkel az utazóközönség számára teljes mértékben biztonságosan tudjuk ezt a területet tenni. Ugye kérdőíveket küldtünk ki szeptember hónapban, és ezek a kérdőívekre nagyon sok olyan észrevétel jött, hogy szeretnének, hogyha az Ó-centrumba, bevásárlóközpontba is tudnának jönni, mert ez egy fontos dolog lenne. Hangsúlyozta, tárgyalásokat folytatnak a Volánbusz ZRT-vel a változtatásokról, amelyek a helyi vonalak korszerűsítését szolgálják a korábban kitöltött kérdőívek lakossági igények alapján. Elismerésben részesítette a dunajvárosi rendőrkapitány és Pintér Tamás polgármester Nagy Bálintot, aki közreműködött egy rabló elfogásában. Barátaival feltartotta a tettest és értesítette a hatóságot, ezáltal sikerült elfogni azt az elkövetőt, aki több hasonló esetben is vétkes volt. Pintér Tamás polgármestertől és Schuster Tamás dunajvárosi rendőrkapitánytól is ajándékcsomagot, valamint pénzjutalmat vehetett át Nagy Bálint. A díjazott egy rablás sorozat elkövetőinek kézrekerítésében segítkezett a rendőröknek. Meghallottunk egy nőnek a segélykiáltását, amiközben azt kiabálja, hogy ellopta a táskámat. Erre mi figyelmesek lettünk, elkezdtünk először csak sétálni az ügy felé, mert nem tudtuk, hogy pontosan most mi is történt, és ahogy hallottuk egyre jobban, és láttuk a tolvajt, ahogy biciklizik el, úgy kezdtem el én el utána szaladni és követni, hogy felderítsem, hogy nagyjából hova akar menni. Közben a másik két barátom elkezdte hívni a rendőrséget, hogy ők is érkezzenek ki, mire úgymond én elkapom az elkövetőt. Nagy Bálint elárulta, ezt követően a tettes egy lépcsőházba menekült, a kiérkező járőrök pedig átkutatták a házat, így bukkantak végül a rablással gyanúsított személy nyomára. Schuster Tamás dunajvárosi rendőrkapitány elmondta, a díjazott és barátai példaértékű magatartást tanúsítottak. A fiatal emberek összefogva nyomába eredtek az elkövetőnek, majd egy házba követték, és minden egyes momentumát tudták az útjának, hát ez egy nagyon nagy dolog volt, hiszen tényleg ez már azban a rövid időszakban a harmadik ilyen eset volt, hogy táskákat próbált meg eltulajdonítani az úriember. Én erre szoktam azt mondani, hogy aki táskát próbál eltulajdonítani ilyen módon, és ha véletlenül valaki nem adja, akkor az akár sokkal súlyosabb bűncselekményé is fajulhat.
A rendőrkapitány kiemelte, amennyiben gyanús esetet érzékelünk környezetünkben, mindenképpen értesítsük róla a hatóságot, hiszen, ahogyan fogalmazott, inkább vonuljanak ki kollégáik akár több alkalommal is egy helyszínre, ahelyett, hogy egy-egy bűncselekményről ne szerezzenek tudomást. Vasárnap elindult a szavazás a Dunajvárosiak Dala legjobb 10 produkciójára. Az érdeklődők a videó megosztó portálon létrehozott csatornán voksolhatnak a szerzeményekre. A végső döntést a szakmai zsűri hozza majd meg. December 1-jéig nyilváníthatják ki szimpátiájukat a hallgatók. Fordulatos mérkőzésen aratott győzelmet a Dunajvárosi női vízilabda csapat. Mihók Attila együttese a BVSC-t fogadta a Fabolyva sportuszodában, és 2 gólos, 11-9 arányú győzelmet aratott. Gulisi Attilékra még egy találkozó vár az alapszakaszban, a Szeged vendégeként ugranak medencébe, és amennyiben megnyerik a találkozót, a tabella éléről várhatják a folytatást. A BVSC-t fogadta a bajnokság újabb fordulójában a Duemarsk Graphics női vízilabda csapata. A mérkőzés nagy csatát hozott. Az első negyed végén döntetlenre álltak a felek, míg az 5 perces félidei szünetre 3 gólos előnnyel vonulhattak a vendéglátók, azonban a harmadik negyedben felülledő fővárosiak jóvoltából a hajrára is maradtak izgalmak, hiszen ekkor csupán egy találattal vezettek Mihók Attila tanítványai. Az utolsó negyed Gulis Attiéknak sikerült jobban, akik 11-9-re megnyerték a mérkőzést. A találkozót követően sajtótájékoztatón értékelték a látottakat a csapatok játékosai és edzői. Az első fél időben sajnáltam azt, hogy elkerülhető gólokat kaptunk, mert szerintem jól álltunk bele a mérkőzésbe. Szóval a második, illetve a harmadik, negyedik negyedben meg hoztuk a saját játékunkat, a végén kockáztattunk, és nem jól sült el. Petrovics Mátyás, a BVSC vezetőedzője elmondta, elkerülhető hibák miatt szenvedtek vereséget. Rettentő bosszantó, mert szerintem ez a meccs minimum X-et érdemelt volna, de akár meg is fordíthattuk volna a végét, mint ahogy a Dunajos is visszatudta fordítani maga javára. De hiába játszunk jól a szervezett játékban, a megbeszél dolgokban, hogyha utána egy-két olyan elképesztő hibával tönkretesszük az egészet, ami gyakorlatilag kidobjuk a kukába azt a melót, amit végeztünk, és nyilván ezt megbünteti ilyen jó csapat. Nagyon mérges vagyok, mert úgy gondoltam, hogy megvan az esélyünk arra, hogy nyerjünk. Gulis Atti Gréta, a Duemarsk Graphics játékosa elmondta, a győzelmet követően bizakodva várhatják a Szeged elleni mérkőzést. Azt gondolom, hogy arra lehetünk is leginkább büszkék, hogy ugye még van egy mérkőzésünk a Szeged ellen, de gyakorlatilag talán, ha jól tudom, egy évvel nem veszítettünk mérkőzést, ami egy nagyon nagy előny számunkra. Mihók Attila, a Dunajvárosi csapat vezetőedzője elárulta, szoros meccset játszottak a BVSC-vel. Egy-két apróságon múlt, hogy nem tudtuk tartani ezt a léleknyugtató előnyt. Vandának gratuláltam az előbb külön is, hiszen ott a negyedik negyed közepe fele 3 olyan helyzet megjátszásunk, jó befejezésünk volt, amihez kapus kellett. Én úgy gondolom, hogy ez akkor előbb eldőlt volna, és igaz, hogy amit Matyi mondott, hogy volt támadása a BVSC-nek ahhoz, hogy vezessenek. A Duemarsk Graphics csapata az alapszakasz utolsó találkozóján szombaton a Szeged otthonában játszik. Kis és őstermelők kézműves, saját előállítású termékeiből válogathatnak azok, akik 2020. november 21-én 13 órától kilátogatnak a Szalki-szigeti kempingbe, amely a Rátszalmáson alapított Dunai Kincseskert helyi termelői piac számára biztosít helyszínt. Az eseményen a járványügyi szabályok betartása mellett vásárolhatnak a látogatók. Tájékoztat a dunajváros.hu. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Műsorainkat megtekinthetik a dstv.hu-n, valamint a Dunajváros Televízió YouTube csatornáján. Megtalálnak minket a Facebookon és az Instagramon is. Viszontlátásra!